A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban már beszámoltunk arról, hogy évadnyitót rendezett az Alba-Régia Szimfonikus Zenekar, amelyet megtisztelt jelenlétével Cserpalkovics András polgármester is a fenntartó nevében megerősítette, hogy nagyon fontos szerep jut a Székesfehérvár kulturális életében a Szimfonikus Zenekarnak, és ezt a város teljes körűen támogatja. Beszélgettünk már Ruf Tamással, a zenekar igazgatójával, aki természetesen ezt megerősítette, hogy folyamatosan dolgoznak azon, hogy ahogy megszokhattuk, különleges zenei csemegékkel szórakoztassák a klasszikus zenerajongókat. Most folytatjuk ezt a beszélgetést a vendégem, Dobsai Péter, a Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Tisztelettel köszöntelek. Köszönöm szépen. No, hát volt egy nagyon nehéz időszakunk. Én azt hiszem, hogy ezt mindenki nevében mondhatom, hogy általában leginkább a kultúrát viselte meg. Mindenkit megviselt, a gazdaságot is, de azt hiszem, hogy a kultúrarajongóknak nagyon-nagyon hiányzott a színház, a zene, mindaz, ami hozzátartozik. És hát ez sikeresen túlélte a zenekar is, köszönhetően elsősorban a vezetésnek. De azt hiszem, hogy most már kimondhatjuk, hogy visszatér az a fajta zene, az a fajta folyamatos koncertparádé, ami az Alba-Régia Szimfonikus Zenekart jellemezte. No, de egyébként hogy éltétek meg ezt az időszakot, mert azért erről kell, hogy néhány szó essék. Igen. Valóban itt az energiaválság rányomta a bélyegét a múlt évadunkra. Hozzátéve rögtön azt, hogy mi még a szerencsésebb városok és a szerencsésebb intézmények közé tartoztunk, hiszen a zenekari székház nyitva maradhatott a téli időszakban is. Ebben az időszakban a színház produkcióinak, illetve próbáinak egy részét is vendégül tudtuk látni. Így az intézményi összefogás, hála Istennek, a városon belül erősödni tudott. Mi nekünk nagyon nagy kreativitásra volt szükségünk ebben az időszakban, hogy a közönségünk a lehető legkevesebbet érzékelje abból, hogy ilyenfajta nehézségek jelentkeznek. Ez elsősorban műsortervezésben és az időpontoknak a megtervezésében, koncertidőpontoknak a megtervezésében jelentkezett. Egy picit hullámzóbb munkarendet eredményezett a zenekari muzsikus kollégáink számára, amiért őket köszönet illeti, hogy ezt türelemmel viselték. Itt arra gondolok, hogyha mérsékeltebb költségvetésből kell igényes programot összerakni szimfonikus zenekarra, akkor a repertoár sajátosságai miatt elsősorban a vonósokat tudtuk foglalkoztatni a hideg hónapokban, és ennek az időszaknak az elteltével, amíg a fúvósaink kevesebb szolgálatot tudtak teljesíteni, ők viszont tavasszal egy nagyon dömpingszerű, intenzív időszakban kapcsolódtak vissza a munkába. Nagyon fontos kérdés az otthon. Végre otthonra lehetetek. Ruf Tamással is beszéltünk erről. Te miként élted meg, hiszen az a költözés és az az ideiglenes hely, az nem tesz jót senkinek soha. Teljesen mindegy, hogy milyen művészeti ágat képvisel, de a szimfonikusoknál külön nagyon-nagyon fontos, hiszen belakni, megélni azt a különböző hangzásokat, az csak egy bizonyos helyen jó. Ez pontosan így van. Amikor én a zenekarhoz kerültem, akkor ugyan már ez a székház volt, de mindig ott volt az a bizonytalanság, hogy vajon meddig. És most már, hogy kimondatott az, hogy hosszú távon is itt fogunk dolgozni, ez egyrészt egy nagy örömet jelentett azért, mert meg tudtuk állapítani az kezdettől, hogy az épületnek az adottságai, hogyha ezek jó állapottal párosulnak, akkor nagyon-nagyon alkalmas, kimondottan alkalmas zenekari székháznak. És így sok olyan levegőben lógó döntést, felújításra vonatkozóan, klimatizációra vonatkozóan, hangszertárolásra vonatkozóan, szólampróba termek kialakítására, vagy irodák kialakítására vonatkozóan most már meg lehetett hozni.
amelyeket nem tudtunk addig meghozni, amíg nem tudtuk azt, hogy ez egy végleges helyszín-e. Egyrészt, másrészt pedig az a törekvés, amit az elmúlt évadban elindítottunk azzal, hogy előadó helyszínként is szeretnénk használni ezt a székházat, az így módon megerősítést nyert, hogy az épületnek az alkalmassága ez hosszú távon is előnyére fog válni a közönségnek is, és a zenekarnak is. Igen, hát a partitúra az bejött, mondhatjuk, mint ahogy a zeneszerzőt kérdezd a karmestert, és én azt hiszem, hogy legnagyobb meglepetésemre ez minden mindig teltház volt, úgyhogy korán sem véletlen, hogy idén már két előadás lesz egymás követően ezekből, de erről beszélünk. A jövőről viszont még itt van előttünk a múlt, játékosan fogalmazva, és a Bánkbán. Én azt hiszem, hogy nincs olyan zenerajongó, aki nemzeti operánkat ne szeretné, nem éjedne el benne, és ez egyszerűen fantasztikus volt. Elfogytak a jelzőszerkezetek, azért vagyok némiképp zavarban, de fantasztikus volt. Amikor megkaptad a megbízást, és elindult ez a folyamat, mert hogy ez egy folyamat nyilvánvaló. Először is olyan szereplőket kellett választani, akik egyrészt szerintem teli találat volt, kötődnek Székesfehérvárhoz, gondolok itt elsősorban Boros Csillára, aki sajnos nem tudott jönni a betegsége miatt, de aztán Zemlényi Eszter fantasztikusan helyettesítette, Gábor Gézára, Rezsnyák Robira, és hát meg kell találni Bánkbánt is, ami szintén sikerült Fekete Attila személyében. De mit gondol ilyenkor a karmester? Hát én végtelenül boldog voltam aznap este, az előtte levő héten a próbák alatt, és tulajdonképpen már a készülődés során is. Valóban ez egy annyira központi fontosságú nemzeti opera, hogy nekem gyermekkorom óta nagyon nagy kedvencem, és nagyon nagy vágyam volt, hogy vezényelhessem majd. Régóta terveztük, és mindig is úgy éreztük, hogy nagyon illik ebbe a városba ez az opera. Azt hiszem, hogy nem is kell magyarázni, hogy milyen szempontok szerint. És valóban, ahogyan a zenekari székház kapcsán megérkezésről beszéltünk, az Bánkbán előadás után is váltottunk egy pár, hát nem is egy pár, jó pár üzenetet az énekesekkel. Ilyenkor azért mindig a jó élményeket utólag is megosztja az ember a kollégákkal, előadó társakkal. És az egyik ilyen üzenetben fogalmazódott meg bennem az, hogy nekem ez az este egy megérkezés volt nagyon sok szempontból, mert bármennyire is azt mondhatom, hogy kezdettől és azonnal nagyon jól éreztem magamat, és nagyon gördülékenyen tudtunk együtt dolgozni a zenekari muzsikus kollégákkal. Tulajdonképpen még a sok fontos és szép koncert között is valahogyan annyira minden passzolt ezen az estén. Minden adott volt, jó minőségű hangtechnika, nagyon szép színpad, érdeklődő nagyszámú közönség, kitűnő szólisták, kitűnő kórus összességében, Fehérvár kórusai, ahogyan összeálltak, hogy valóban egy kivételes csillagállás alatt születhetett meg az előadás, és ahogyan el is hangzott, valóban az énekeseknek a hangszíne és egyáltalán a színpadi karaktere valahogyan minden esetben nagyon szépen tudott az adott szerepre kifejező lenni. Gondolok itt tulajdonképpen mindegyikükre. Igen. Lesz folytatás? Nagyon bízom benne. Nagyon bízom benne. Egy esemény van, amire már konkrétan előre látunk. Ez a januárban elinduló új, a város közös bérletének nevezett, a kulturális intézmények közös bérleteként hirdetett eseménynek az az alkalma, amit a zenekar vállalt. Ez egy Mozart szöktetése Szerályból Félix szenírozott előadás lesz a színházban, ahol valóban az öt legfontosabb Mozart színpadi mű egyikét fogjuk megszólaltatni. Úgyhogy ilyen szempontból az opera műfaja, az már is látszik a folytatás. No, hát és akkor megérkeztünk, azért mutatom a közönségnek is. Ezt már megmutattam százszor. Zenés ősz az Alba Régia Szimfonikus Zenekarral. Csoda lesz.
kicsit mélyüljünk el benne, a Farkas Ferenc sorozat. Farkas Ferenc sorozat az mindig arról ismerszik meg, hogy igazi mélységeket mutat be. Én, hát a többi is természetesen, de már is itt van nekünk a Tündértánc Mendelssohnnal a fókuszban. Így van. Méreteiben a legnagyobbnak nevezett hangversenysorozatunk, és hát valóban zenekari méreteiben mindenképpen az is. Ezzel a Mendelssohn esttel fog indulni szeptember 4-én, ahol Tündértánc címmel a Mendelssohn Szent Iván éjnyitánya, az Émol hegedű verseny és a harmadik Ámos Kóth szimfónia fog elhangozni. A címet leginkább a nyitányról kapta a koncert, de ez a bizonyos, nagyon jellegzetes tündérzenének nevezett Mendelssohni világ, amit ő jó pár művében használ, ez megjelenik a Skót szimfóniában is némileg, és azt kell mondanom a hegedű versenyben is. Ez egy olyan fajta hangszerelési játék Mendelssohn esetében, amikor egy nagyon áttört, magas hegedűkre, fuvolákra írott anyag, és ez csak karcsún van kísérve, mélyebb vonósokkal, mélyebb fúvósokkal. Ez a fajta nagyon áttetsző, nagyon villódzó, varázsos világ jelenik meg, és a koncertnek egy nagyon nagy pozitívuma lesz a számomra, hogy ismét vendégül láthatjuk Langer Ágnes hegedűművészt, aki a hegedű versenyt szólaltatja meg. Ő járt már Fehérváron, de a közönség nem találkozhatott vele, mert abban az időszakban volt itt, amikor online formában mentek a koncertek a Covid miatti lezárások okán. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy őt újra, vagy most, de bemutathatjuk a közönségnek. Igen, és ez természetesen a színházban, és a színházban még egy Liszt, illetve három Liszt darab és egy Kodály darab, ahol pedig Farkas Gábor lesz a közreműködő. Így van, ez pedig október második felében, 24-én fog elhangozni. Farkas Gáborral nekem Győrben volt szerencsém egyszer dolgozni, Szenszon zongora versenyt játszottunk együtt. Gábor egy virtuóz, és miközben virtuóz, a közben egy nagyon természetes és elmélyült muzsikus, csodálatos zongorista, úgyhogy, és Lisztnek a világa azt gondolom, hogy nagyon fekszik neki, nagyon mélyen, őszintén és virtuózan tudja interpretálni, úgyhogy ezt a magyar műsort úgy gondolom, hogy jó szívvel ajánlom én is a közönségnek. Biztos vagyok benne, hogy egy igazán mély nyomot hagyó este lesz az is. Még mindig a belvárosban megyünk, Szent István Művelődési Ház, a Somorjai tanár úr nevét viselő bérletsorozat, Haydn Eszter házán. Tehát egy kicsit haza, mert utána meg lesz még egy Schubertiáda. Ez is azt hiszem, hogy egy nagy kihívás mindenkinek, és a klasszikus zenebarátok biztos, hogy nagyon nagy örömmel fogadják. Igen, a Somorjai sorozatnak itt két picit mérsékeltebb létszámú szimfonikus világot bemutató koncertje lesz, de azt gondolom, hogy itt a kevesebb, abban az értelemben feltétlenül több, hogy a Szent István terem akusztikája az erre a zenekari méretre és erre a világra, Haydnra, Schubertre, itt a bécsi klasszika és a kora romantika találkozásánál erre a nagyon kifinomult zenei világra nagyon alkalmas. Én személyesen nagyon szeretek a Szent István teremben koncertezni, és azt gondolom, hogy mind Haydn 88-as számú G-dur szimfóniája, mind a búcsú szimfónia egyszerűen a haydnini életműnek olyan égkövei, amik egy nagyon felszabadult szórakozást tudnak majd biztosítani a közönségnek. És Schubert esetében is azt kell, hogy mondjam, hogy miközben ez az a schuberti műveknek az olasz vonatkozása megszólal egy pillanatra, aközben az a brácsaszólós Paganini mű, ami elhangzik a nyitány és a szimfónia között, az is feltétlenül egy unikum. Fülöp Levente fogja ezt játszani, aki a Budapesten a Magyar Rádió szimfonikus zenekarának brácsa művésze. Mi nálunk is szokott játszani a zenekarban,
és egy olyan művet fog interpretálni, amit nagyon kevesen tudnak ezen a földön, és az ő repertoárjának viszont egy nagyon hangsúlyos pontja. Ritka az, hogy brácsa szólót hallgathat az ember, és ritka az, hogy kiderül, hogy avatott kezekben mennyire virtuóz hangszer tud lenni ez is. No, azt hiszem, hogy amikor átvettétek a szimfonikus zenekar vezetését, az a kitűzött cél, hogy meg kell szólítani a fiatalságot, az mindenképpen kulcskérdés volt, és én azt hiszem, hogy ez beváltotta a reményeket, hiszen a partitúra ifjúsági bérlet sorozat keretében fantasztikus estek voltak, és megerősítetett, hogy igenis a fiatalokat meg lehet győzni arról, hogy a klasszikus zene segít a mindennapokban, tehát el lehet mélyülni benne. És ezért is fontos, hogy folytatódik a bérlet sorozat, immár az otthonotokban, ha úgy tetszik. Ugye Mozarttal és Prokofjevvel, Péter és a Farkas, azt hiszem teli találat ez a választás is, és ráadásul sikerült megnyerni olyan karmestereket, akik a kortárs karmesterek abban az értelemben is, hogy a kortárs muzsikát, a klasszikust is nagyon tudják. Ez, amikor döntésre kerül a sor, akkor hogy megy ez a gyakorlatban? A partitúra sorozat esetében mindegyik sorozat esetében meghatározott szempontok szerint keressük a vendégművészeket. A partitúra sorozat esetében ez azért különleges, mert annak ellenére, hogy ennek a sorozatnak házigazdája és műsorvezetője Dobry Dániel kollégám, az egy kimondott célunk, hogy verbálisan is megnyilvánulhasson a karmester, és legyen egyfajta beszélgetésbeli interakció a karmester és a műsorvezető között is, de a karmester és a nézőközönség, az ifjú nézőközönség között is. Úgyhogy miközben igyekszünk nagyon dinamikus, szakmailag felkészült, és mondhatjuk így, hogy szakmailag erős karmestereket keresni, aközben ez a fajta kommunikációs készség még egy külön elvárás, vagy külön előny abban az esetben, hogyha erre a sorozatra kérjük föl őket. És hát itt azt gondolom, hogy nagyon szépen sikerült a szerződtetési folyamat erre az évadra. Dénes Foroszki Marcell már jó párszor járt nálunk, és nagyon szeret a zenekar is dolgozni vele, a közönség is nagyon szereti őt, nagyon jól hangot talál a nézőközönséggel, úgyhogy őt nagy öröm ismét látni, és a Tóth Vajna testvérek közül is most mind a kettejükkel találkozhat a zenekar is, a közönség is, Zsombor és Gergely, egyikük a decemberben fogja vezényelni a partitúra sorozat a havi alkalmát, másikuk pedig augusztusban járt itt, és csembaló mellől vezényelte a kávékantátáját. Tehát ez is bizonyítja egyéb iránt, hogy érdekli a mai magyar kortárs zeneszerzőket és karmestereket, hogy milyen munka zajlik az Alberige szimfonikusoknál, mint ahogy a közönséget is érdekli, mert a legnagyobb meglepetésre, mert folyamatosan mindig teltház volt, és kérdések is voltak a kérdezd a zeneszerzőt, illetve a kérdezd a karmestert programsorozatban. Hát ez most is lesz, ez annál is inkább fontos, mert hogy itt nézegettem, hogy itt jön Madarász Iván, a Kossuth-díj zeneszerzőnk, illetve hát Ligeti évforduló van, és egy beszélgetés a másik előadáson a Ligeti Reflexiók címmel ilyen is lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor összeállítjátok a műsort, akkor kiemelten figyeltek nyilván arra, hogy egyrészt tehát megerősítessék a kortárzene, másrészt meg azok, akik nagyon sokat tettek ezért, mert a Ligeti akár már lehet klasszikus is, sőt. Szerintem az első pillanatok ez az volt. Igen. No, ez a kettő, a magyar zeneszerző generációk, illetve a Ligeti Reflexiók is egy fontos történet. Így van. És ez már a Székházban lesz. Természetesen. Így van, így van. Valóban a kortárs zenei koncertek műsor összeállításainál, amelynek amely elsősorban Dobry Dániel kollégámnak a feladata és érdeme, ott fontos közös szempontunk az, hogy pontosan ez a Ligeti kapcsán tett megállapítás nagyon jól takarja a törekvésünket, hogy valami fajta olyan körképet tudjon adni minden egyes koncert, és ne csupán a sorozat önmagában, hogy
illetve bocsánat, ne csupán a sorozat egészében, de minden alkalom önmagában is körképet tudjon adni arról, hogy a kortárs zene milyen új törekvéseket, milyen experimentális, milyen kísérletező jellegű törekvéseket tartalmaz, és ugyanakkor mindez hogyan van beleágyazódva abba a klasszikus zenei és azon belül 20. századi hagyományba, ami viszont ezt az organikus fejlődést mutatja. És Ligetinek a személye ebből a szempontból egy nagyon izgalmas köztes helyzetben van most így a megítélését tekintve, mert miközben a zeneszerzői nagyságát mindenképpen azt gondolom, hogy töretlenül elismeri mindenki, a munkásságának a különböző oldalaiban, és azáltal is, hogy bár nagyon modern zene, de már nincs köztünk a szerző, pontosan így a klasszikumnak és a kortárs megítélésnek a határán mozog most az ő munkássága, de az biztos, hogy a mai zeneszerző generációk számára ő egy referenciapont, ő egy hivatkozási alap, és egy megkerülhetetlen személy, akit most kötelességünk megünnepelni. Mindenesetre jó ránézni erre a műsortervre, és akkor még essék szó az Álszakra Fesztivál záróhangversenyéről, az pedig egy abszolút különlegesség lesz, hiszen ezt már ugye a Dunai városban bemutattátok, de azt hiszem, hogy nagyon örül a fehérvári közönség is, hogy tanulja lehet. Így van, egy kipróbált produkcióról van szó valóban. Ruf Tamás igazgatónk vezényli az estet, és ő vezényelte Dunaújvárosban is. Ez egy nagyon szép és különleges összeállítás, nagyon sokféle zenét tartalmaz Bachtól Stravinskyig, és izgalmas kitekintést a társművészetek felé. Jó visszhangja volt az előadásnak Dunaújvárosban, és nagyon nagy öröm az, hogy most itt is megmutathatjuk. És nem is olyan soká, hiszen szeptember 15-én pénteken, kedves nézőink, önöknek is mondom, hogy a Szent Imre templomban lesz. És akkor az ünnepi sorozatról még azért tessék szó, hiszen azt hiszem, hogy az már megerősítés számotokra, hogy Pad Zoltán barátunkat sikerült megnyerni, és valamennyi, tehát a halottak napja, karácsony és a húsvéti hangversenyt is ő vezényli. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dolog. Pad Zoltán valóban egy európai elismertségű, kitűnő karnagy, aki az Ars Oratoria kamarakórusnak a működése kapcsán valóban hozzánk tartozik. Mi így érezzük, ő is így érzi, és hála Istennek most ez egy teljes sorozat elvezénylésében tud megnyilvánulni ebben az évadban. A halottak napi és a karácsonyi koncert esetében is folytatódik az a szép hagyomány, hogy együttműködik ő is és a zenekar is Székesfehérvárnak nem hivatásos kórusaival. És a húsvéti koncert tekintetében pedig idén úgy alakult az időpont egyeztetés, hogy vissza tudunk térni ahhoz a néhány évvel ezelőtt megindult folyamathoz, hogy Bach passiói, vagy a János, vagy a Máté passió, azok húsvéthoz a lehető legközelebb szervezve tudjanak megszólalni. Ennek most volt két alkalom, amikor nem ebben a formában tudott ez megtörténni, mert inkább a nagybőjt elején tudtunk passiót játszani, illetve tudott Zoli passiót vezényelni. És az ünneptől való távolság miatt mi úgy éreztük a zenekar vezetőségében, hogy tartozunk a közönségnek azzal, hogy legyen egy koncert valóban a nagy héten, és így szólaltattuk meg Haydn Stabat Materét és Pergolesi Stabat Materét. Most abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megtehetjük azt, hogy a János passiót Pad Zoltán vezénylésével Nagyszerdán szólaltatjuk meg, úgyhogy most önmagában ez lesz a húsvéti koncert. Tehát gondolom szép lassan elindul a felkészülés, hiszen szeptember 4-én már koncert lesz, 15-én nem különben. Nos, hát erre várjuk, kedves nézőink, önöket, és én bízom benne, hogy folytatódik az a trend, ami kíséri immáron három esztendeje teljes gőzzel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar fellépéseit. Péter, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, és hát bízom benne, hogy mi magunk is a tudósításainkkal tudunk abban segíteni, hogy egyre népszerűbb legyen a klasszikus zene Székesfehérváron. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Dobszai Péter volt, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.